zene, költészet, képzőművészet találkozott a kompon, azaz a kortárs művészeti panorámán, amely immár negyedik alkalommal köti össze az embereket, országokat a művészet erejével. A rendezvény létrejöttében jelentős szerepet vállalt a Rotary Klub mosonmagyaróvári szervezete. Annak idején, amikor elindultunk, akkor egy kicsit mások voltak a két ország közötti viszonyok, és pontosan az volt a mottója, kiinduló pontja ennek a rendezvénynek, hogy összehozzuk a Duna két partján alkotó művészeket. A komp már a képzőművészeti élet jelentős eseménye a régióban, amely rangot jelent a benne résztvevőknek. Idén 19 magyar és szlovák alkotó festményeit, grafikáit, szobrait, fotóit állították ki a Flesch Károly Kulturális Központban. Nagyon jó tükröt tart mindig a egy-egy év munkái az aktuális világ elé, hogy hogyan szűrődik át a mindennapi események, a hétköznapok egy művész lelkén, és mi fogalmazódik meg abból, és mit tár aztán a nyilvánosság elé. És én hiszem azt, hogy mindnyáján, ahogy és ahányan nézzük, ez annyi jelentéssel bír, és mindnyájunk számára más és más jelent. A rendezvény célja a barátság, a közösség, az összetartozás erősítése, mondta köszöntőjében Nagy István polgármester. Somorja már a kezdetektől jelen van a vándorkiállításon, amelyhez idén Érsekújvár is csatlakozott, és a tervek szerint hamarosan Budapest és Bécs is bekapcsolódik. Mosonmagyaróvár és Somorja testvérváros, így a kapcsolatunk sokkal mélyebb, és ezt a hidat, ezt az akadályt szeretnénk mi is átküzdeni, ami Szlovákia és Magyarország között keletkezett, nem csak ezzel a nagy vízzel, amit ide kényszerítettek a két ország közé, a bősi vízlépcsőrendszer megépítésével, hanem azzal a hideg politikával is, amit néha a szlovák politikában a magyar nemzetiségiek fele érződik. Egy gazdasági projekt kapcsán szövődött ez a kapcsolat Érsekújvár és Mosonmagyaróvár között, a két város így lépett kapcsolatba, és mivel egyre rózsázóbb a kapcsolatunk és a kommunikáció a két város között, így ez a felkérés is így jött. A tárlatot Székely Zoltán művészettörténész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Megnyitó beszédében rámutatott, hogy a kiállított művekben a szépség, a kiegyensúlyozottság, a harmónia nélküli világunk tükröződik, amelyre már régóta az értékek felborulása a jellemző. Azok az indulatok, azok az érzések, amelyeket a nézőben ezek a képek keltenek, szintén arról tanúskodnak, hogy egy furcsa világban élünk, amely kicsit talán dehumanizált, amely tele van rettegéssel, tele van félelemmel, olyannyira, hogy vannak alkotások, amelyek láttán az embernek kifejezetten veszélyérzete támad. Az idei megnyitón Lebó Ferenc Nívódíjat adott át a komp kuratóriumának javaslata alapján dr. Nagy Istvánnak támogató tevékenységéért és Varga Györgynek szervező és alkotó munkája elismeréseként.